Mi nyíregyháziak újra összefogtunk és nyertünk. Megmutattuk, hogy mindenre képesek vagyunk együtt. Nagyon köszönöm a bizalmukat. Elhivatottan fogok küzdeni azért, hogy a városunk dinamikusan fejlődjön tovább, és még élhetőbb legyen mindenki számára. Megyünk tovább az úton, előre. Hajrá Magyarország, hajrá Nyíregyháza! Dr. Szabó Tünde 22.192 szavazattal, 45,64%-kal, és Dr. Vinnai Győző 25.152 szavazattal, 59,2%-kal újra nyert. Velük együtt pedig teljes Fidesz-KDNP győzelem lett a végeredmény Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereng megyében az országgyűlési választáson. A hármas számú választókerületben dr. Sesták Miklós, a négyesben dr. Tilki Attila, az ötösben Kovács Sándor, a hatosban pedig dr. Simon Miklós ért el nagy arányú győzelmet a kormánypárt színeiben. Egész jól nézünk ki. Egyre jobban nézünk ki. Talán még sohasem néztünk ki olyan jól, mint éppen ma este. Hatalmas győzelmet arattunk, mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke vasárnap későn este a kormánypártok budapesti eredményváró rendezvényén. Akkora győzelmet arattunk, hogy még a Holdról is látszik, de Brüsszelből egészen biztosan. Jó mulatság. Férfi munka volt, jó volt veletek harcolni, mindenkinek köszönöm, amit beletett ebbe a ma esti győzelembe, mindenkinek köszönöm a jó kívánságokat, az üdvözleteket, a bátorításokat, a hátbaveregetéseket, a munkaórákat, és akik imádkoztak értünk, azoknak pedig külön is köszönöm, hogy gondoltak rám. A miniszterelnök külön köszöntötte a kormánypártokra határon túlról figyelő magyarokat. A kárpátaljai magyaroknak Orbán Viktor azt üzente, tartsanak ki, ne féljenek, az anyaország velük van. Köszönetet mondott a magyar választópolgároknak, akiknek azt üzente, mindent megtesznek annak érdekében, hogy megszolgálják a bizalmat, amit ma este tőlük kaptak. Azt mondta, tudjuk, hogy a szerénység a legfontosabb, minél nagyobb a győzelem, annál nagyobb szerénységre van szükség, és valljuk be, hogy ma este van is mire szerénynek lennünk. A miniszterelnök köszönetet mondott a kormánypártok 100 000 önkéntesének. Őket úgy elemezte, nem robotok, nem zsoldosok, hanem önkéntesek, akik szeretik a hazájukat és ezért hajlandóak voltak vállalni a kockázatot és a nehéz munkát. A választás eredményét úgy értékelte, akkor nyertek a legjobban, amikor mindenki összeállt ellenük. Pártszövetségének győzelméről azt mondta, óriási nemzetközi erőközpontok és szervezetek mozdultak meg velük szemben. Nekik azt üzente, kidobott pénz volt minden fillér, amit a magyarországi baloldalnak adtak. A Fidesz-KDNP szerinte a győzelem minden lehetőségét kimerítette. Kijelentette, hiába a taktika, a cselszövés, a ravaszkodás, a végén mindig a szív győz. Magyarország ma esti győzelme a szív győzelme, fogalmazott. Hozzátéve, azért nyertek, mert van egy közös szenvedélyük, amit úgy hívnak Magyarország. A kormányfő kiemelte, ennyi ellenfelük még sosem volt. Közéig sorolta a nemzetközi baloldalt körös körül, a brüsszeli bürokratákat, a Soros Birodalom minden pénzét és szervezetét, a nemzetközi fősodratú médiát, majd megjegyezte, és a végén még az ukrán elnök is. Hiába a rengeteg pénz és rengeteg túlerőm, ha összefogunk, nem lehet bennünket megállítani, tette hozzá. Kitért arra is, hogy a világban nem csak ellenfeleink, hanem barátaink is vannak, ők is mindent megtettek a győzelemért. Jó szívvel gondolunk az amerikai barátainkra, a lengyelekre, az olaszokra, a spanyolokra, a szerbekre, a szlovákokra és az osztrákokra is. Hozzátette, ezt a győzelmet nekik is ajánljuk, ez az ő győzelmük is. A kormányfő kiemelte, az egész világ láthatta ma este itt Budapesten, hogy a kereszténydemokrata politika, a konzervatív polgári politika és a hazafias politika győzött. Üzenjük Európának, ez nem a múlt, ez a jövő, ez lesz a mi közös európai jövőnk. Hozzátette, az egész világ láthatta, hogy a magyarok szeretik a hazájukat. A szavazatok 98,39%-ának összeszámolása után a gyermekvédelmi kérdésekről rendezett országos népszavazásról elmondható, hogy érvénytelenül és eredménytelenül zárult. Összesen több mint 5 millióan adták le szavazatukat, melyben az érvényes szavazatok száma nem érte el a 3,5 milliót.
Az igen szavazatok száma 267.660, vagyis több mint 7%. A nem szavazatok száma valamivel több mint 3,2 millió, vagyis valamivel több mint 92%. Az érvénytelen szavazatok száma 1.574.812, vagyis a leadott szavazatok több mint 20%-a. Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. Bár a gyermekvédelmi kérdésekről rendezett országos népszavazáson közel 3,5 millióan nyilvánítottak véleményt, és a kérdésekre adott válaszokra az elsőprő többség nemmel válaszolt, a referendum mégsem tekinthető érvényesnek.